Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, kellemes keddet ezen a borús délutánon. Szevasz, Andris, Kata, Dávid, Glog, Dorcsi, Fox, Lecsó és mindenki mást is köszöntök. Folytatjuk tovább a professzionális Minecraft végigjátszásunkat, vagy hát minek csúfoljam ezt a valamit, amit itt próbálok nektek előadni napról napra, hétről hétre. Nem volt sok időm játszani streamen kívül, de nem baj, mert beterveztük a mai programot. Állatkákat fogunk begyűjteni, hogy a diszkónk teljes legyen, illetve a falusiakat is egy kicsit szaporítani kellene, úgyhogy nagyjából ez a tervünk. Ma nincs nagy tét, nem akarok nagyon progresszelni, meglátjuk majd úgy is, hogy mit hoz az elkövetkezendő 2-3 óra. Én megpróbálom megtenni a legtöbbet ahhoz, hogy jól szórakozzunk. Aztán, hogy mennyivel kerülünk közelebb egyébként a játék céljához. Már a játék célja az, hogy jól érezzük magunkat, úgyhogy igazából csináljuk ezt. Köszönöm a támogatásokat Banai Viknek, Sziszkének, Lécsónak, Killerhammertine, Cinci, Lynx, Anandurir, gratulálok neked is a 4 évhez, Vajas Popcorn, Sarkiróka, Gersi, Skorlak, Kiki, Mengana, Vida, köszi a Prime-ot, üdvít köztünk, Abob Gray, Romzoli, Arven, köszi, köszi nektek is, és mindenkinek, aki nem száb, nem csírel, nem létezik, csak itten van, vagy a YouTube-on van, és megtisztelő figyelmével követi a sorozatot. Srácok, vágjunk bele, indítom a Gameszkót, és folytatjuk tovább onnan, ahol abba hagytuk, bár azért egy pici apróságot csináltam a streamen kívül, de az nem annyira lényeges. Sanyit meg kell etetni, igen, ezt mondtátok, megpróbálunk ezzel kezdeni, jó? Sanyi etetéssel, hát hogyha addig nem felejtettem el, de ne aggódjatok Sanyi miatt, mert örök életű, sosem fárad meg, és egyébként is egy vadászmacska, tehát emiatt nem kell féljetek, srácok. Sanyi mindent is túlél, úgyhogy no worries, do not fos. Minden rendben lesz, és még azt is megoldottam, hogy ne legyen végre a szaboknak reklám itt a Twitch-en, mert elvileg elállítottak dolgok maguktól, és nálam volt a hiba. Nem megyek bele ezzel kapcsolatban konspirációs teóriákba, de elvileg minden rendben már, ezzel az a lényeg. Meg az, hogy itt be kell állítsam a dolgokat. Opa, chat hype abban a pillanatban ott van. Opa, abban a pillanatban minden más is ott van, csatlakozzál. Látszik, hogy IRL kicsit sok dolgom van, mert gyakorlatilag semmit nem tudtam csinálni a streammel, mióta tegnap leállítottam. De működik. Nagyon jó. Na, folytassuk tovább. Itten vagyok már. Kicsit nagy rohanás van most, így munkán kívül a magánéletben. Kicsit sok a dolog, úgyhogy összeszedetlenségemért elnézéseteket kérem előre is. Már amennyiben ma ez át fogja hatni az adás, de igyekszem, hogy ne így legyen. Szó! Itt a buli. Minden rendben van a srácokkal. Fogjunk akkor egy halat Sanyinak, de előbb aludjunk. Nem volt időm a hálószobámat fejleszteni, de sok tippet kaptam YouTube komment szekcióba, hogy miket kell ide majd rakni, úgyhogy ez majd meg lesz. Itt rendszeresen spónol egy toll a földön. Ez már feltűnt, amikor streamen kívül voltam. Azt meg tudjátok mondani, hogy mitől van? Mindig itt spónol egy toll. Az mitől van? Az hogy lehet? Azt te csinálod, Rokkó? Nem is köszöntem nekik, az a baj. Haló? Halka játék, lehalkítottam. Mi? Amikor streamen kívül játszottam, ez a Nessali csöndben játszik. Ez az! Jó reggel mindenki! Szevasz, Rokkó! Szia, Pedro! Szia, Sanyi! Szia, Dönci Junior! Szevasztok! Na! Fogjunk akkor egy halat Sanyinak. Nyers halat eszik csak, ugye? Hol a pecabotom? Ja, itten van. Nagyon jó. Szóval a macska hozza a tollat, közben láttam, beírtátok. De hát honnan? Ne a polipot húzgáld, peca. Na mi az, hogy a macska tollat hoz? Így spónolja? Vagy titokba Sanyi kijár vadászni? Ki adott neki arra engedélyt?
Valami bűzlik. Ez mi ez az achievement? Nem fogtam még halat. Csányi! Tessék, Hami. Egy elég neki, szerintetek mennyit sebződheted? Csak elég neki egy, nem? Fogjunk neki még egyet? Legyen ma gyereknap! Fogok neki még egyet. Legyen, későbbre eltesszük. Nincs Sanyi leültetve és kijár vadászni. Aha! Amúgy lehet, hogy erről van szó. Mekkora egy patkány? Nélkülünk eljár vadászni. Na jó. Sanyi, hoztam még enni, tessék. Úgy. Bélpoklos, Sanyi. Nehogy azt higgyétek, hogy van olyan pillanat, amikor nem éhes. Mindig éhes. Tollat elrakjuk, és akkor megmutatom gyorsba, hogy mit követtem el. Nem izgalmas, csak legyen megmutatva, hogy megcsináltam az egyik zombi spawnert. Nem véletlen van nálam gyémánt kard. Kellett az ütlegeléshez. Nem csináltam ilyen normális spawnert, szóval ez ilyen spawner light, mert a normális spawnereknél ugye lesebzik a mobokat, ilyen fölle lifttel. Én csak kifolyattam ide a spawnert, ide leesnek a szétgyakom őket, ez a legbasicabb XP farm. Igazából a nether blokkokkal is többet szedünk szerintem, de hogy megcsináltam. Mondjuk most pont nem működik, de ez a lényeg, hogy így kell bemutatni. Gyere má! Gyertek má! Kicsit meg akarlak titeket ütlegelni, cicc! Haló? Ide kérném a másnaposokat! Mindjárt megjönnek szégyenlősek, srácok, jó? Ezek a zombik is olyanok, most itt vagytok 2000-en, hát félénkek egy picit. Üdv mindenkinek egyébként, aki közben befutott. Dixi, neked is köszi a csírt, Rupcsi, Sziszke, Pacalos, Red Bull, Kiskaraj, Szendohina, Dialat, Bianca, Blanka, bocsánat, Filipjana, Aircorner, Chris, Estók, köszi, köszi, srácok. Esküszöm, megjöttek, látjátok? Szégyenlősek voltak. Nyögés van, az a lényeg. Néha várni kell, amíg beindulnak. Látjátok, már jönnek. Szeretnek itt lenni. Na, hát ez a fantasztikus XP farmom. Amúgy esküszöm, jobban jönnek. Most nem fogunk XP-t farmolgatni streamben, mert amúgy is lassú, csak... Azért csináltam, hogyha afkolgatnék, akkor ide tudjak jönni, ütlegelni. Jó, hát ilyenkor picit hangosak, de úgy a jó a Minecraft, ha hangos és félünk. Na, mindenek előtt a mai első küldetésünk, kedves hölgyeim és uraim, megvártuk, míg mindenki YouTube nézők közül bebugyolálta magát az ágyba, stream nézők közül megérkezett és levetkőzött. Meg kell szerezni Bélát. Ha emlékeztek, srácok, Bélát a kalandunk legelején ott hagytuk. Undorító módon ott hagytuk az ígérettel, hogy visszamegyünk érte, úgyhogy az első quest Béla a csirke megtalálása lesz. Mindenki kapaszkodjon meg a karfájába, és izguljatok velem együtt, hogy meg tudjuk-e találni Bélát. Hát vannak kételjeim, de ne aggódjatok, mert a memóriám, az emlékeim 2 aranyhaléval is felérnek ma. Úgyhogy meg lesz. Béla elspónolt? Nem, biztos, hogy nem, biztos, hogy nem. Lehet, hogy ez matematikailag így kéne, hogy működjön, de nem érdekes. Arra emlékszem, hogy ott van a Nether portál, és amúgy onnan spónoltunk, és valahol a spón helyemen ástuk bele egy gödörbe. Szóval elvileg valamerre erre kell legyen. Aztán, hogyha a gond van, akkor megoldjuk másképp. De lehet, hogy ott volt az a nagy fa. Ott csináltuk az első, mondjad már, kraftolóasztalunkat. Természetesen én ezt onnan tudom, hogy emlékszem rá fejből. Nem azért, mert megnéztem vodon, hogy hol volt. Hát most hazudnék én nektek? Hát tudjátok, hogy milyen okos vagyok. Szóval, ne nézzetek a szemébe, közvetlenül megbabonálsz. Igen. Aha. Te vagy az, Béla? Nem. Béla szeret engem, nem verne így át.
Itt ástunk, va, ez az? Ott van! Ott van Béla! Figyelem, figyelem, a küldetésünk sikeres! Na most egy dologra nem gondoltam, mert az oké, hogy megvan Béla, de hogy hozza mindenki? Ahhoz magocska kell, ugye? Nyilvánvalóan a gyémán kardommal kell ütni a füvet. Gyere, tesó! Figyeljél ide! Amúgy innen miért nem tudod kiugni? Ja, úgy. Gyárá! Folytál nekem tojást? Na, gyere! Gyere! Elviszlek az ígéret földjére! Ez az. Nagyon vigyázzál, Béluskám, mert tele van veszéllyel a szabadság. Amúgy beszorok, hogy megtaláltuk. És azóta is itt van. Látjátok, hogy nem spónolt el? Hát ő Béla. Nézd meg! Igen szaporodó kis legény ez. Nézzétek meg, már megint tojt egy tojást. Ez egy befektetés, ez a csirke. Na, most viszont vissza kell találni a vízhez, és nem belemenni a szakadékba. Gyere! Tud úszni a csónakban egy csirke? Biztos tud, hát ő okos. Hát ő Béla. Gyere! Gyere már, te hülye! Erre gyere! Nagyon hülye. Gyere már, te! Na, úgy. Cic! Gyere! Cic! Ez az. Bele ne hátráltassa engem egy szakadékba, Béla, mert nagyon gyorsan összeveszünk. Az nem Béla? Mi az, hogy az nem Béla? Haló? Megpróbáltad? Melyik volt az? Haló? Ott van, nézd, megpróbáltál. Béla! Te undorító féreg, azt hiszed, hogy nagy koponya vagy, ugye? Aha! Azt hiszed? Majdnem átvert minket a bunkó, nézd meg! Megpróbálta! Az angolok úgy hívják ezt, hogy the old switcheroo. Majdnem megpróbált átverni. Ovo zombi. Gyere csak, Béla, megy le a nap, te hülye! Mind a ketten meg fogunk halni, ha itt állnok, kígyóskodsz! Tudod mit? Azt hiszed, hogy itt szórakozhatsz velem. Befelé a csónakba, Bélus! Nem mész-e az Istenbe, gyere már ide! Gyere, ne féljél a csónaktól! Gyere! Gyere! Ez az. Amúgy ez már a jó csirke, ugye, srácok? Hogy megpróbált minket átverni? Na, nézd meg, és az imposztor is jön utánunk. A Béla 2. Megpróbálja megmenteni a testvérét. A rohadék, nézzétek meg, mekkora patkány, megpróbálja kiszabadítani. Azért van valami szép ebben a testvéri szeretetben. Nem vagyok benne biztos, hogy a gyorsabb megoldást választottam a csónakkal, de megyünk! Gáz! Hát most sokan azt gondolhatjátok, hogy ez kellemetlen, mert sötétedik, és... nyugi! Elég sús a szituáció jellegét tekintve. Béla, de az az asszony? Mindenhová követ, mi azt hiszi, hogy a kocsmába mész, gondoltam. Ne aggódjál, Béla, vízzel lerázzuk az asszonyt. Ne aggódjál. Jön utána, nézi, hogy a kocsmába visznek-e a haverjait. Tudom, milyen érzés. Ne aggódjál, Bélus. Le fogjuk rázni. Vagy jól tud úszni az asszony? Mondjad. Azt látom, hogy pánikolsz, az kegyetlenül vered a szárnyaidat. Lerázzuk. Lerázzuk az asszonyt, Béla. Ne aggódjál, itt vagyunk már a vizen. Ha csak nem a hosszú Katinka ment hozzád feleségül, akkor rendben leszünk. Nyugi, Béla. Nem szenved véletlen farkasvakságban az asszony? Úgy. Gáz! Cső! Na, mehetünk inni, Béla. Nem kell most már féljél, megszabadultunk tőle. Örök szabadság és prosperitás vár rád. Nem kell többet félni. Na, pont estére megjöttünk. Indulhat a buli. Na, figyelj, ki kéne szállni az objektumból, Béluskám. Majd egy kicsit vizes leszel, de ne szarjál be. Mindjárt tönkre megy az a csónak, csak ez ilyen e csónak. Úgy, gyere. Gyere, cic.
Azaz, ügyes vagy, Béluskám, gyere. Gyere be. Gyere. Nagyon jó. Na, figyelj ide. Itt mi nálunk mindig buli van. Nagyon szeretünk bulizni. Úgyhogy azt gondoltam, hogy te is részesel a gyere csak. Úgy-úgy, ez az. Béla joins the party. Nagyon jó! Ez a beszéd. Jól végzett munka után, édes a pihenés. Így kell. A G a G-hez konvergál. Hát minden problémát így oldjunk meg az életbe. Na. Megvan az alfa csi... De mi van? Kicsit odébb mentél, Pedro. Vigyázzál magadra. Az mi? Hozott egy nyúllábat a macska. Vágjátok, hogy Sanyika így konkrétan passzívba farmol nekünk? Mekkora forma? Nem tudom, mit kell csinálni a nyúllábbal. A szerencsét hoznám. Berakjuk ide a toást is. Le kell rakni a sét... Na, gyere! Na, Rocco! Igen, ezt felejtettem el. Rocco, gyere vissza! Ne, egy nagyon veszélyes kín. Gyere már! Gyere, adok répát, cicc! Gyere már be, Rocco, az is... Nem, rossz Rocco! Ne nézegessed a kikötőt, nem mutibó van! Rocco, az Isten verje meg, takarodjál! Ha... Rocco, szállj be a csónakba! Rocco! Álljál meg, álljál meg! Rocco, itt nagyon veszélyes kint. Miért akarná elmenni in azaz, te hülye állat, azt hitted mi? Hát innen senki nem megy el. Te bunkó. Még egyszer ilyen fegyelmezetlenséget látok, nagyon nagy balhé lesz. Na, Rocco, húzzál vissza, munka van. Úgy, gyere csak, úgy, menjél szépen haza. Úgy. Ilyen szemtelenséget, láttátok, hogy megszökött? Beszarok. Vigyázni kell, mert... Jézusi képességekre is szertesz, Rocco, azt úgy elkezd sétálni a vízzel, hogy csak na. Jó. Na, elég a hülyeségből. Amit még csinálnunk kéne, az egyébként egy lyuknak a beszerzése, mert amúgy Sanyit le akarom onnan venni, mert Sanyira szükségünk van. Úgyhogy lehet, hogy Sanyit leve... Hogy tudnám innen levenni Sanyit? Úgyhogy ne öljem meg. Hogy vegyem le Sanyit, srácok? Várom a tippeket. Hogy vegyük le Sanyit? Az oké, hogy főrakni fő tudtunk. Igen, le kéne ültetni. Amúgy. De most ülve is pattog. Hát eddig nem pattogott ülve. Sanyi, állj már meg! Hát hülye vagy teljesen? Rakja le egy blokkot. Na, ez egy jó ötlet. Nagyon jó, Sanyi. Vigyázz, nehogy a többiek is elhiggyék, hogy van innen kiút. Azt most az hogy maradt ott fönn? Ez az, köszönöm. Várj, azt vissza kell rakni. Gyere, Sanyika. Gyere. Menjél el onnan, Sanyi, mert az ott nagyon veszélyes. Ott a szabadság ígéretével hitegeted a többieket, az nem jó. Nézd meg, már rád is mászott, Béla. Na, húzzál el onnan, légy szíves. Elrakjuk a lasszót. Későbbre jó lesz. Meg elrakjuk a toást. Meg elrakjuk a blokkot is. Ez az. Búzamag. Miért van nálam búzamagja? Mert füvet ütöttem. Tessék. Melóne. Azért hiányzik, hogy Rocco már nem farmolja a répákat, de raktam egy fél blokkot a komposztálóra, mert azt mondtátok. Mű. Jó. Elraktunk mindent. Na. Szóval kell egy juhocska. Sanyika, te pihenjél. Jó, figyeld őket. Jó, legyél olyan kedves, ellenőrizd a szökési kísérleteket. Köszönöm. Szóval kell egy juh. Az lesz a negyedik, és akkor teljes lesz a buli. Mivel lehet csalogatni a juhokat, chat? Azt is fűmaggal? Vagy az mivel működik? Búzával? Szalmával? És van itt még a faluba, szerintetek?
Mondjuk lehet, hogy elhozhatnám a lasszót, egyszerűbb lenne. Igen. Hozom! Talán az úgy egyszerűbb. A váló igaz, chat, köszönöm. Az a legegyszerűbb, ha belasszózzunk. Nagyon jó. Bár a répára is lehet, hogy harapnak, de mindegy. Elhozom a lasszót. Itt tudom én, hogy mit kedvelnek ezek a háztáji jószágok. Hát városi legény vagyok. Nem ismerek én ilyen dolgokat. A nyuszi pattogás az nem olyan látványos, úgyhogy nem akarok nyulat tartani. De juhocska kell. Úgyhogy ezt mindenképpen beszerzünk. Azok itt voltak bőven. Aha, ott is van. Természetesen fekete bárányra van szükségünk, ezt remélem meg se kell magyarázni. Gyere, Jenő! Jenő 2, gyere velem! Te leszel az univerzum megmentője. Igen, be kéne törni egy lovat is. Mondjuk szárazföldi közlekedésre nem annyira alkalmas a bázisom, hogy legyen egy lovam. De nyilván persze, jó lenne. A csónakba! Ez az... Na, mestere vagyok az állatok zsarnokságba taszításának. Azt vettem észre, remélem büszkék vagytok rám. Na gyerünk, gáz! Vár egy új élmény, ilyen ő új otthonra lel. Tarts velem, kedves juh, és jó lesz majd, ha együtt pattogsz vélünk. Egy új élmény, a Jenő bejön a BDSM börtönbe. Gyere, baszódj már át, jaj, bocsánat, gyere már be, kérlek. Na, most hogy hozom be ezt? Ja, át kell taszajtani, ugye? Taszaljál már, oda taszaljál. Úgy taszaljál, befelé mennyi. Állj, nyugi, állj. Be. 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 Jaj, ingyenes a feliratkozás, megérik a minőségi humor tartalom minden hétköznap. Üdvözlöm Önöket! Jaj. Na, gyere Jenő! Ott egy új világ, tessék! De ne seggel! Hát Jenő! Na úgy! Ez a beszéd! Készen vagyunk! Minden egyes pillanatáért megérte. El kellene kezdeni repúzzak Rokkóval, hogy majd gyémánt páncélokat áruljon itt nekünk. Miért van egyel több tölgyfa kerítésem? Ja, meg kiütöttem a juhoknál. Jó. Misszió teljesítve, viszonylag produktívak vagyunk. Na, gondolkodjunk együtt. Most vagy elmegyünk némteget farmolni, azért kell nekik név, az egy lehetőség, vagy legyen így, vagy szerezzünk egy lovat, de mit csináljak a lóval? Még a falusiakra is rá kéne menni. De kellene egy szimbólum. Kellene egy szimbólum, ami jelzi a felsőbbrendűségünket a világ többi élőlényével szemben. Az a baj, hogy a némtegekhez a legegyszerűbb az lenne, hogyha sivatagot találnánk. Mert ott a... Hát, bár nem is tudom, hogy lenne a legegyszerűbb némteget szerezni, amúgy sehogy. Az a baj, hogy nagyon nehéz némteget. Nem tudom, hogy... Hát igen, horgászva is lehet szerezni, de most horgászgatni nem fogok streamben. Csináljunk egy saját zászlót, mondjuk az időszerű lenne, hogy legyen egy zászlónk. Hogy kell zászlót készíteni? Azt lehet csinálni, vagy azt csak lopni lehet? Zászló, olyan nincs, de valahogy lehet. Jó, legyen a zászló, segítsetek. Hogy tudunk zászlót készíteni?
Ahhoz kell egy takácsasztal. Ezt így is hívják? Mi a neve akkor a takácsasztalnak? Gyapjú kell. Gyapjún van amúgy. Azt valamelyik streamen kívül bántottam a juhokat. Van fehér gyapjúm. Fonószék. Aha. Olyan nincsen, hogy fonószék. Szövőszék. Na olyan már lehet, hogy van. Aha. Két fonál, két tölgy. Na apró probléma, hogy egy darab fám nincsen megint. Jó, akkor maradjunk annyiba, hogy Nessali észbe tartja a zászlót. És meg fogjuk csinálni. De amúgy el kell menjünk fát farmolni. Úgyhogy elmegyünk egy kalandra, elhajózunk, és útközben szedünk fát. Igen, a könyvtáros felfejlesztésétől is lehet nameteget szedni. Köszönöm szépen, Jarvis, csak az elég sokáig tart, meg elég sokba kerül. Úgyhogy el fogunk menni egy hajótúrára. Elmerészkedünk a messzeségbe. És akkor közben szerzünk fát. Jó van, Sanyi, be akarsz jönni a hálóba? Gyere! Akarsz velem aludni, Sanyi? Nem? Jó, akkor őrizd a fogjainkat, mármint a vendégeinket. Így is jó nekem. De fontos a vacsora. Csak véletlen az ágyra kattintottam. Egy jó kis répa reggelire. Ezzel indul csak igazán üdítően a nap. Egy jó kaland. Nagyon jó. Na! Indulás. Jó vagyok én így. Dunatvöri, sosem halunk meg. Gáz. Rokkó répáját eszem reggel, délben, este. Hát ennek így kell lennie. Facsi, Csabiak, Rio, Csabiak, ki, Pro, bocsánat, Gyula, köszönöm a támogatásokat, Tüdő Madár és Mrs. Újházinak is köszi a Prime-okat. És a többiek már. Maybe volt a Casual Vix Korlák Tomizmus. Köszönöm szépen. Különösen vicces nekünk ez a Minecraft sorozat, mert a macskánkat Döncinek hívják. Hozzám a két éves üzenet Tomizmus. Hát látod, így kell ezt élvezni. Na. Igen, hát nyilván ugye a nameteget, ott egy ló, az egyébként magunkkal vihetünk egy lovat. Nem hoztam izét magammal. A lóhoz mi kell? Szalma kell a lónak, ugye? És akkor meg kell etetni. Kell a nyereg is a lóhoz? Vagy anélkül is lehet szelidíteni a lovat? Amúgy nem a jó irányba mentem. De most legalább észrevettem. Kell a nyereg. Az a baj, lootot kéne találni, csak nincs tengerünk. Hát például a nyerget is találni kéne valahol. Úgy könnyű dolgunk lenne. Nem tudom, a nyereget lehet kraftolni is? Nyereggel tudod csak betörni és irányítani. Aha. Aha. Na itt várnak minket ezek a lova. Nem kell amúgy a búza, csak rá kell kattingatni. Oké, és legyen így. Na mindegy, egyelőre elkalandozunk egy erdőbe, és kiszedünk annyi fát, hogy soha többet ne kelljen fa. Az lesz a legegyszerűbb. Sziasztok, cocákok! Hello! Hazafele vigyünk el egy falusit. Majd emlékeztessetek. Hazafele lopunk egy falusit. El kell menni amúgy a szavannáig. Ugye ott hagytuk abba a felfedezéses körutunkat legutóbb. Szövőszéket megnézhetjük a faluba is? Nem nagyon volt. Átnéztük azt a falut szerintem viszonylag rendesen, amikor először itt jártunk. És igazából kohójuk volt sok. Itt kapásból jól tudnánk fát farmolni. Lehet, hogy kiszállok egy kicsit ütlegelni. Mit szóltok hozzá? Ütlegeljük egy kicsit itt a fákat. Csak egy kicsit főtankolunk. Ez a kameraváltás. Úgy. Üssed. Üssed, hányad, vessed.
Egy új élmény, a fákat vágni szórakoztató. Figyeljetek, hát ez a Minecraft alapja, hogy ütjük a fákat. Enélkül nem létezhetne a játék. Ez az. Igen, a spawnnál is volt tenger. Az is egy lehetőség, hogy arra megyünk. Mert ez a tenger csak a hajóroncs miatt lenne fontos. Nem tudom, a hajóroncsba tudunk némtegeket találni? Vagy csak a spawner lootokba? Mindenképp érdekel a horgászat, csak mondjuk horgászgatni annyira nem feltétlenül izgalmas streambe. Bár az sem rossz. Igazából akkor már kellene egy jól enchantolt horgászbot, és akkor úgy próbálkozni a némteggel. Úgy. Na még ezt kiszedjük. Úgy. Az mennyi? 56. Jó, még ezt a kettőt kicsapom. Látványosan kicsapom itt előttetek, és utána megyünk tovább. Úgy. Úgy. Let's go! Kisfa is fa. Gáz. Ha jobban nincs némteg. Bő. Ja, tudom, hogy a könyvtáros falusi a legbiztosabb megoldás a némtegre, csak az a baj, hogy ahhoz, hogy a csóró falusit kimaxoljuk, ahhoz nagyon sok emerált kéne. És nem emlékszem, hogy hány emeráldunk van, de az, hogy nem sok, az biztos. Annyi biztos nem, hogy max repura húzzunk egy falusit. De nem baj, minden is meg fog történni. Ennél a nyílt víznél volt a... Az milyen? Az a gomba erdő? Most itt nem szabad eltévedni. Itt most ki kell nagyítsunk. Bár legutóbb is hazataláltam, most se lesz probléma. Csak így nem biztos, hogy látom a... Igen. Itt majd arra kell, onnan jöttünk, azt ne felejtsük el. Ott volt a mágikus hegy, az a mágikus hegy a fával a tetején. Emlékszem mindenre is. És itt tovább jöttünk egyenesen, itt a szűkös úton. Srácok, ha írtok a chatre, érdemes olvasni is, mert... 10 perce írogatjátok ugyanazt. Én is a chatet olvasom, tehát nem kell ugyanazt beírnia, mint más beírt, mert olvasom. Ja, igen, tudom, hogy az iránytű a spawn hely felé mutat. Ott a zsángál. Igen, itt még tovább mentünk, itt már voltunk. A dzsungelben. A zsángál bájom az megvan. És akkor nem sokára kiérünk a plains útelágazódáshoz. Igen, nyilván azt írjátok, hogy ugye emeráldot tudunk szerezni úgy is, hogy itemet adunk a falusinak. Na, meglássuk. Egyelőre a kaland. A végtelen kaland. Úgy. Szűkös kanyon. És akkor itt fogunk kiérni. Így van. Ne. Aha. És ott van szembe a plains. És most nem arra megyünk, hanem erre. Jegyezzétek meg, a bambusz tetőnél kell majd visszafele jobbra fordulni. Ott a szavanna. És most elmegyünk erre. És megnézzük, hogy itt mit találunk. Lehet, hogy semmi. De az is valami. Na baj, hogy egy csontot azért hozhattunk volna. Hogyha esetleg belefutunk egy benőbe. Akkor az meglegyen. Kérdés, hogy ez zsákutca-e? Igen, ez egy zsákutca. Jú, a bányász mindenség itt.
Amúgy ne felejtsük majd el a mai bányászáshoz, mert nyilván a mai streambe is el kell menni halni a bányába. Az anyjukat, oda nézzetek! Támadó kóborok! Talán ott volt Béla mellett ugye egy hasadék, ott majd megpróbálhatunk bányászni, ezt akartam csak mondani ott a spawnunk környékén. Hosszan megveletek a szídemet? Hát tessék. Shed. Ott van. Opiszki. Hogy? Még mindig csak egy irányba megyünk, tehát eltévedhetetlenek vagyunk. Na, az! Ez szavanna vagy vagy mi? Desert vagy beach? Jókat tudok kérdezni, mi? Halló? Ez még beachnek tűnik. Aha. Hát ez még itt beach, de az ott meg már... Igen, ez beach. Van egy csomó tehénke, de ott meg már valami vörös van. Az a Badlands? Mindjárt ide fölmászok, aztán szétnézünk. Természetesen esteledik, de... Na, ez viszont már lehet, hogy sivatag, mert itt vannak ilyen izék. Ez mi ez? Ha? Ez mi? Halló? Az milyen kell? Ezt mivel kell ütni? Ez az a izé színes blokk, amiből van egy csomó színű? Hogy hívják? Nem ezzel kell kiütni, akkor csákánnyal kell kiütni? Ja, aha, hülye vagyok. Terrakotta az! Milyen fényes. Hűte! Na, hát ez már ilyen sivatag jellegű. Ők a sivatag abból a szempontból kellett volna, hogy sivatagi templonyot találjunk. Na, itt viszont jön az éjszaka, úgyhogy meleg lesz a pite. Jó, itt viszont meg kell jegyezni, hogy hol jöttünk. El kell rakni emlékbe. Itt van sok arany. Hát az arany annyira nem prió. Jó. Itt szálltunk ki. Ő azért meleg lesz visszafele, de semmi gond, megoldjuk. Nem akarok azért túl messzire menni. Ebben a biomban szinte mindig van bánya, abban pedig némteg. Na. Én mindenre is készen állok, drága testvéreim. Írd fel a sivatag koordinátáit, de hát megjegyeztem. Tessék, fölírhatjátok. 2487. Mínusz 179. A bányákat amúgy miről ismerem föl? Inkább verekszem. Verekedni jó. Gyertek. Hát azért már profi vagyok, azért a Diamond Sword az... Nem szarra a gurit. Ott egy Endre. Jó napot kívánok, Endre. Ez megint nem egy annyira nagy sivatagot találtunk. Mert ez inkább, ja, csak az a Badlands rész. De ez is ilyen picinek tűnik. Ott egy creeper a túloldalt. Nem megyünk túl nagyot. Nagy szerencsénk nincsen ezekkel a spónokkal. Viszont legalább találtunk egy új biómot. Na, itt még körülnézek. Úszunk egy kört. Hogy mi van itt? Csak meg akartam nézni közelről, de ez itt csak egy fal. Eltévedés maga nem fordulhat elő. Reménykedtem benne, hogy találunk egy ilyen sivatagi templonyot. Vagy valamit. Itt megint elég nagy a sivárság. Creeperek. Arany. Felszínen spónol itt az arany. Láva. $1 millió. Az ott mi ott a vízbe? Az ilyen korallzátony? De szép. Ez nagyon jól néz ki. Amiket föl nem fedezünk, de mekkora?
De jó. Ilyen se volt még, amikor én utoljára játszottam. Na, itt meg beleütközünk egy... egybe. De ez meg milyen hegy? Sivatagi hegy? Mi van ennyi homok a tetején? Miért világít? Mondjuk az ércek világítanak. És mi van a víz alatt? Ez csak ilyen világító hínár. Nagyon fura, hogy itt ilyen meredek perem van, ilyen fjordok gyakorlatilag. Homokos hegy az. Kikukizok én itt. Jézusom, mi volt az a... Belenéztem a saját testembe. Nyuci! Szia, Nyuci! Láttál erre valakit? Nem vagy ilyen gonosz, Nyuci, ugye? Ez is ilyen Badlands. Beszarás. Én csak egy rohadt sivatagi templomot akartam magamnak. Mekkora hegyek vannak? De nagyon durva, hogy úgy átalakították a játékot, hogy ugye nem csak nagyon mély bányák spónolnak, hanem hatalmas hegyek is. Világít valami. Meglessük. Az ott láva lehet? Vagy egy falu? Mi az ott? Inkább láva. Őristen! Creeper lakások. Óvatosan. Nem tudok zoomolni a C-vel, srácok. Szerintem az valamelyik másik dolog. Mi ez itt? Most közben félek, mert itt jönnek utánam, de az ott mi? Mi ez a sivatagi zombi? Bánya? Aha. Jaj! Amá, igen. Hát most az a bánya, vagy ez a bánya? Jó, ide föl kéne építsek. Homokból, az nagyon jó tipp. Nagyon jó homokból építeni. Én azt hallottam, hogy ez biztonságos. Kevesen tudják. Ja, de ide nem fogom tudni beépíteni a homokot, mert nem tudom átvinni. Most használjam el a fámat? Jó van. Félek. Emlékeztek, amikor legutóbb bányába mentem? Nem volt jó. Gondoltam, hogy hátba fogsz támadni. Jézus, meghalok. Menjél már innen, Diamond kardom van. Azt mondjátok, hogy itt lesz némteg. Aha. Fasza. Ez nagyon jó. Nagyon jó volt ide fej. Ez fasza ez a loot, srácok. Ez milyen bánya? Van, hogy úgy spawnol a bánya, hogy nincs ott semmi? Haló? Na most ez vajon merre terjed? Hogy csinálnátok ezt a helyembe? A creepertől félek, a pókot inasba rakjuk. Beomlott rajta a homok. Legszerencsétlenebb spawn, amit láttam. Nem merek lefelé menni, mert hát ugye... Nem terjed sem erre. De hát akkor hogy lehet, hogy leszpónolt és nincs itt semmi? De az a baj, hogy tényleg nincs itt semmi. Szerintetek creep hagyjuk? De mondjuk ott is van ilyen homokkő, az nem tudom, hogy jelente valamit. Nem nézzük meg a tetejét. Honnan jönnek már megint ezek a sivatagi zombi?
Mert most azt értem, hogy azt akarjátok, hogy lemenjek, az oké. Okay. Jé, ú, de nagy buli van ott, te! Körülnézzünk. Do not worry. Ő te. Sokat nem látok. Azt a mindenségit. Na mekkora ez? Reaper barátunk már vár. Előbb meg akarom nézni a tetejét. Hogy ott van-e valami bánya maradvány. Így fölmegyünk oda. Csak itt rendkívül veszélyes kezd lenni az ellenségek mennyisége. Láttatok bányát? Ott folytatódik benne. De nektek milyen szemetek van? Lehet kapni ilyen Minecraft szemüveget, amiben másképp látod a világot? Honnan láttátok? Tényleg éhes vagyok, észre se vettem, kösz. Én nem láttam ott semmit. Mindegy, most már csak azért is megnézem a tetejét. Na jó, essünk túl rajta, gyere Johnny. Az mi az a full bőrpáncélos íjász csontváz? Ha beszarok. Miért serceg még mindig? Ha látjátok, ott van pókháló, bár az nem biztos, hogy jelent valamit. Felkél a nap! Egy tapsin! Azt viszem, azt mélybe leadjuk egyből. Egy elég érdekes spawn. Sint amúgy baltával kéne szedjem? Tök mindegy, nem? Jó lesz az majd valamire biztos. A sineken van ládás csilla. Hát van! Egyeseknek van. Nekem meg ilyen nyommerszpónok vannak. Tessék, ez a bánya. Jó, hát a felszínen ennyi van. Na jó, akkor most viszont a chatre fogunk hagyatkozni. Ti azt mondtátok, hogy láttátok a folytatását. Persze az is lehet, hogy csak szivattok. De amúgy jó lenne, ha nem szivatnátok, mert ha tudná... Így akartam. Most hol vagyok? Ja, ez még picit följebb a teteje. Ja, aha, itt ástam ki. De még mindig nincs semmi. Hát hogy lehet a világ legnyomoroncabb bányáját megtalálni? Semmi nincs. De itt meg már leesünk. Itt meg már nincs semmi. Hű, basz. A bánya jó helyen van, te vagy rossz helyen. Hát a nézőpont kérdése. Na jó. Azt mondtátok, mikor ide lejöttem, hogy ti láttatok valamit. Na most akkor adjatok nekem is Minecraft szemüveget. Hova menjek? Ti itt mit láttatok? Ott egy pók, egy creeperek. Én itt az ég egy adta világon semmit nem láttam. Az ott mi? Balra a hosszú falon. Ja, az! Azt mondjátok? Hogy az a bánya? Lehet, hogy azt mondjátok. Aha. Jó, de azt fölülről kéne elkapni. Nézd meg, ezek meg itt csapatba akarnak belelökni a bányába. Már veterán vagyok! Nem raknak inasba ilyen nubok. Jó, akkor úszkáljatok. Ezt akkor fölülről kéne megközelíteni, nem? Még mindig nem tudok zoomolni se a C-vel, se a V-vel. Én esküszöm nektek, hogy nyomom, mint a gép. Na,
akkor fölmegyünk itt. Aha, ott volt. Ez nem az? Ott voltam az előbb? Hát pedig valahol az itt volt, így helyileg. Mindjárt kiderül. Aha! Hű, azt a lyukat nézd meg! Nem, nem. Biztos, hogy nem esek bele soha. Halló! Lootot szeretnék! Léci! Olyan szépen kérem! Hát csak egyszer legyen már szerencsém! Csak a nézőkért! Halló! Napot kívánok! Creeper! Ne robbantsál már föl semmit már, léci már! Hát halljál el! Inas! Jaj, félek, már megint sötét van. Halló? Na várjatok, fáklyázni kéne, amúgy. Mielőtt újabb meglepetések áldozata leszek. Jó a spawn eddig. Jó a spawn. Akkor vele legalább vasat vigyük. Gondoljatok bele, megint haza fogunk menni, és Rocco megint meg fogja kérdezni, hogy hol voltunk, és mit tudunk felmutatni eredményként. Nem mehetünk haza üres kézzel. Valamit muszáj lenne találni. Mindig felhájpoltok, hogy itt lesz a name tag. Jó lesz, Nessai. Fasza lesz, király vagy, hatalmas a pénisze, mármint, hogy nem, ilyet nem mondott senki. És utána meg itt vagyok üres kézzel. Nézd meg, megint itt végigjöttünk, semmi. Akkor menjünk erre. Már jobb hián a sineket szedem föl. Halló, tessék, melyik volt? Jó az! Léci, léci, srácok, cső, na nyugalom, nyugalom, srácok. Most mindenki elmond egy imát a Minecraft istenekhez, jó? Most mindenki szépen, tessék, megvárom, tegyed össze a kezedet, in nomine patris nem tegus lécivus. Mehet? Jó az, nyereg, az se rossz. Lópáncél, az se rossz. De mondjuk nem az, amit akartunk, de mindegy, nem rossz. Léci. Nagyon jó. A képzeletbeli lovunkra rárakhatunk egy gyémánt páncélt. Remélem örültek. Még az inventori helyem is elfogyott. Annyira szerencsétlen vagyok. Miért? Miért érdemeltem ezt? És ráadásul csak két chest volt. Jó. Minek vigyem el a ládát? Van otthon egy csomó láda. Sedge. Hogy telik a napom? A Minecraft szerencsétlenség istene üldöz. Volt még járat? Szedjem ki a spawnert? Kiszedem. Nem fogunk idejárni XP-t farmolni. Miért sokat ad a spawner? Igen, még mintha írtátok volna, hogy valahol volt egy járat. De nem emlékszem, hogy mire gondoltatok, vagy nem biztos, hogy láttam. Ez. Ha? Nem, mit követtem el a Minecraft istenek ellen, hogy... Én csak szórakoztató tartalmat akarok gyártani az embereknek. Hát
Hát ne az legyen már a szórakoztatás alapja, hogy egy szerencsétlen állat vagyok. Várja, itt jöttem be. Itt halálok halálával fogunk halni. Hát még volt egy lentebbi része. Amúgy nem tudom, hogy hol kéne, itt le kéne nézni, hogy hol vagyunk. Hát, sokat látok. Ez is sokat nem segít. Az előbb álltál ott szemben még voltak sínek. Hát egy darab sín volt szemben. Nem tudom, mire gondoltam. Készíts be a vizet. Jogos. És ráadásul megkaptuk a szomorú... Kicsit beszartam. Hát valahol itt van alattunk az a rész, ami a bányában van. Hogy be kéne építsem magam abba a részbe a bányánál. Tudom, hogy kéne csinálni. De hát valahol itt volt alattunk az a másik rész. Itt érdemes leásni, hogy több szintes-e a bánya, vagy... Mert tudjátok, volt egy rész, amit láttunk a barlangbejáratból. Vagy nem tudom, hogy lenne érdemes azt megközelíteni. Nem ezt a részt láttuk. Itt meg már likak vannak. Jó, bezzek, csöndbe vagytok. Hol zombulnak? Milyen új recept? Mérges vagyok. Mérges és csalódott. Szia, mérges, mi a chat vagyunk. Kösz. Hellóka. Esportugrós volt. Az ott mi az az egy blokk, ami lemegy az aljára, amúgy haló? Ott van. Ott a lyuk. Várjatok, most emberek leszünk. Az nem tudom milyen, de olyanok leszünk. Ott a lyuknak a széle attól... Hát egy ilyen, egy köpésnyire. Jó van, bro, csönd. De az milyen lyuk az ott? Nincs messze. Oszlop, jó szavak. De itt kéne lennie. Itt van ez alatt valahol.
csontváz csörög. Hoho! Hoho! Hoho-ho horgász! Sport, csak várjatok, mert... Ahogy? Ettől még itt kegyetlenül meghalhatok. Félek. Kéne szortírozni az inventorit. Mi vagy te sprinter? Mit szaladgálsz, hülye gyerek? Úgy. Most már ennyi szarakodás után muszáj, hogy szerencsénk legyen. Ott volt a chest. Jó, nyugi. Zero némtek, tehát nulla, tehát ismétlem, a matematika nyelvén próbálom nektek elmondani, zero. Kidobálom ezeket, amik nem kellene. Igen, ez egy okos megoldás volt, nem kell tapsolni. Machine, blokk, úgy, puskapor, kell nekem, amúgy nem kell a vaslópáncél, hát ott a diamond. Jó. Hát elvigyük az aranyalmát, kenyér nem kell, gyorsító sín, azt tudunk csinálni, redstone blokkból, fákját elvisszük. Magok nem kellenek, kaja nem kell. Mire jó a nameteg? Semmire, de nekünk pont kéne, mert haszontalan dolgokat használunk, ugye, és el tudjuk nevezgetni a kis... Az mi az a lánc? Haló, mi ez, egy lift? Jó napot! Semmi. Hopp, verekedés idő. Innen hallom őket a falból. Hogy fölvegyed. Jó, tudom, ott még volt hely, csak próbálok szisztematikusan haladni. Ja, itt a híd. Jó, akkor először menjünk arra. Innen hallom őket. Halló? De sokan vagytok. Ezek a kis rések. De milyen szépen szabályos alagutak vannak, hogy elhit, hogy itt lesz valami hülye gyerek. Itt lesz valami. Ássad ki, nézzed meg. Hát oké, pillanat. Pedig reménykedtem benne, hogy leesik. Kapar a kutya az ajtón, lehet, hogy jön a vihar. Várjatok, beengedem a Nessit. Nessi hazatér. Igen, elnézést, bocsánat.
Nem mutató, meg nem mutogatóból van a kutya, nem játékszer. Lefeküdt szerintem, jön a vihar, vagy nem tudom, aztán fél. Valaki nézzen már egy időképet. Hát lehet csak hiányoztam neki kivételesen, vagy akar valamit. Na! Minecraft. Fú, na most ezért nem szabad fölállni a gép elől. Na most vesztettem el, hogy hol voltam, és hol nem voltam. Jó, tehát ahol fák... Ja, itt mentem végig, itt volt a hosszú indokolatlan folyosó, igen. Semmi. 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 Ha? Le tudunk jönni bányászni, ha más nem. Igen, az egy értelmes megoldás lenne, ha blokkolnám azokat a helyeket, ahol már jártam. Jó, itt végigmentem. Sziasztok! Ne pócsároljál, szígyjál, bántsál engem, légy szíves. Köszönöm. Ott is végigmentem. Na, ezek meg bulizni akarnak. Jó, majd jönnek utánam. Jó, visszamegyünk a... Merre eljöttem? A változatosság kedvéért semmi. Halál! Megijedtem. Nyugi! Do not worry, ki volt számolva, ne aggódjál, ne aggódjál, do not worry. Aha. Nyugi, ez csak egy kis homok. Nem kell félni. Zsebétid. De ott volt valami. A sín mentett meg, mert arra nem tud ráesni a... Ja, ez csak egy kijárat. Én meg azt hittem, hogy itt valami barlang van. Nyugi, kalkulálva volt. De mi amúgy rám esik a homok, akkor meghalok. Ez milyen láma? Ki az, aki a homokba fúlás általi halál? Na. De... Én ez nem tudom, hogy mi volt, de megcsúszott a karakterem. Darwin díjas megmozdulás. Jó, itt volt a lánc. Mondtátok, hogy vigyem el, de... Itt végig mentem. Hűte! Hol vannak? Hát itt hallom, hogy másznak az agyamba. Már nem olyan kicsi ez a... Aha! Új. Na és itt a Pokespawnernél nincsen láda? Ott van egy láda, nyugi, láttam ott a izé végén, azt láttam. Itt ezen a pók folyosón érdemes végigmenni, vagy itt nincs semmi? Mindegy, itt volt egy. Nagy kaland lett ebből a bányából, és megint nincsen! Nincs, egy darab gyémánttal kiszúrták a ja, de ott van! Havok vagyok! Yes! Ott van! Oh, már azt hittem, hogy nincsen már, édes anyám, úristen. Ez az egy darab némtegér. Megérte ez a fél óra. Na, hát még kéne úgy négy. Azt nem mondta, hogy itt volt egy bejárat. Mekkora ez a bánya, te atya úristen, tehát még itt is van. Még ott is van, de ott már be van fáklyázva.
Ez a Pokespawner, ez úgy van, hogy egy ilyen járat az végig be van hálózva? És már ennyi fákja a világon nincs. Nem vesztem el, nem akarok feltétlenül visszamenni. Nem, ott lemehetnénk a bányába, de most igazából nem akartam bányászni annyira. Inkább ki kéne menteni a lootot. Jó, ez megy ott végig. Mondjuk csábító, hogy ezen végig menjünk, de ez nem szerintem az a másik vége volt. Ja, mondjuk vízzel? De várjatok, nem tudom visszavenni a vizet. Ugyanarra a blokkra kell kattintsak, hogy... Aha. Ja, de csak a tetejét veszi ki, úgyhogy nem szarakodok vele. Már láttam, hogy volt céklamag, de meh. Nem tévedtem el, csak nem tudom, hogy hol, nem tudom, hogy hol vagyok. Ez új? Mindenki álljon meg! Nem ér hátba támadni. Stackkel, kettő. Én a szén. Van pók szemem. Nagyon jó. Na most már kezdi megérni. Varázskönyv, robbanás védelem. Meh, vasrúd. Fákját adjál. Minek tartogatom a rohadt húst? Fogalmam sincs, mert nagyon hülye vagyok azért. Meg azért veszem vissza is. Még itt valahol nagyon nyomják az ipart. Zsák utca. Mekkora ez az egész rendszer? Ja, hogy visszatenni a ládába, ami nem kell, az is egy... Az is egy jó ötlet. Tudom, hogy nem szeretitek, amikor a blokkokat visszarakom, meg elhagyom. Igen, itt van valahol a lejárat, azért hallom őket. Hát, vagy felettem vannak, igen. De várjál már! Hát itt még megint nem voltam, ezt kiszedtem? Nem tudom, melyik az infi... Ja, ez kell az íra! A végtelen nyíl, ugye? Az nagyot visz. Úristen, lehet, hogy végre egyszer szeren... Ajjaj. Aha. Fixen tudom, hogy hol vagyok, srácok. Nyugi. Aki nem tudja, hogy hol van, az buta. Én nagyon jól tudom, hogy hol vagyok. Ott. Pontosan itt. Tudjátok, hogy mi a baj? Vagy elmondjam én, hogy mi a baj? Hát ez a nagyság átka. Mert hogy nem az én nagyságomé, hanem a lúté. Az a baj, hogy most már nagyon nem kéne meghalni. És nem teljesítek jól nyomás alatt. Jó, ezt átnéztük. Menjünk erre. De mekkora ez a bánya, de ilyen van? Hát ezt mutassuk már meg a Dreamnek, hát ez valami rekord fixen. Nagyon félek. Amúgy elkezdett feldobni a YouTube ilyen, én nem vágtam ezt a Dream Manhunt compilation, meg így ezeket a dolgokat. Így elkezd földobott a YouTube egy ilyen montást, ilyen Dream Best of pillanatokat. Hát, jajba, na, ezt majd megbeszéljük utólag. Igen, ezt most kicsit gond. Halok? Rip? Mozogjak, vagy nem mozogjak? Mi a legjobb mérgezés ellen? Tudom, nem hoztam tejet. Jó, nem rip. Nem hoztam tejet, úgyhogy hiába iragatjátok, hogy tej, mert nincsen nálam tej.
mert Dönci dísznek tartjuk. Itt voltam. Na, oda nem megyünk be. Szóval a lényeg, hogy kurva jók voltak azok a dreames ilyen MLG momentumok, hogy beugrik a csónakba 80 ezer izéről. Mármint fixen scripted momentumokkal van tele az egész, de attól még menő volt. Úgyhogy fiatalnak éreztem magam, hogy most már tudom, ki az a dream. De hol vagy? Bazd meg! Nem akarom elevenni a zenét? Nem, életben akarok maradni, azzal is bőven van problémám, nyugi. Nyugi, nem szabad kapkodni. Nem beszélünk többet Dreamről, bal szerencsét hoz, így van. Az aranyalma mire jó? Az leveszi? De van ott még egy spawner, vagy honnan jönnek? Nem, de elég OP. De mibe OP? Sok HP-t ad, vagy mire jó? Én elhasználom, mert otthon is van még, csak nem tudom, mire jó. Jó, bazd meg magad amúgy. Csak beagróztam. Amúgy tudjátok, hogy miért nehéz nekem így a pókok ellen? Mert azt hiszem a mérgezés damra, hogy üt, és ezért kijövök a ritmusból, hogy mikor üssem. Ja, az ilyen plusz szívet ad, ja, ilyen ideiglenesen több HP-m lesz. Jó, itt ezt egyelőre én itt ezt nem szeretném, ezt a részt. Nézd meg, és kijön ide lentre, de menő. A világ legnagyobb bányáját találtunk meg. Édes Istenem. Ne dugjátok el a ládákat, még két némteget vinnék. Megtaláljuk mindjárt a Neymart a Minecraftban, igen. Na, ez a széle. Igen, ahhoz képest, hogy úgy indultunk, hogy nincs itt semmi. Ahhoz képest lettek dolgok. Tudom, hogy egy csomó vasatot hagytam. Amúgy itt meg már voltunk. De amúgy azt jól láttam, hogy kisebbek ezek a barlangi pókok, viszont nagyobbat raknak. Az mennyire szemét. Engem csak a láda érdekel, srác. Jézusom! Adjatok még ládát! Sosincs vége. Soha. Itt meg már ilyen növényzet van.
is láttuk. Jó, ez is a széle. Vissza. Tudom, hogy hol vagyok. Nem aggód. Nem aggód, nem izgul. Bármikor kimenthetjük, ha túl meleg a pite. Igen, ez volt a központi barlangunk, és ott vannak a pókok. Megyünk. Ott is van láda, de azt már biztos, hogy kiszedtünk. Igen, ezeket már kiszedtünk. Igen, ez a robbanásos. Jó, vissza. Nem kell titokzatos zaj, félek én eléggé magamtól is. Jaj, persze, hogy este van. Jó, le kéne lépni. Elégedett vagyok. Hol a csónakom, Chad? A vízbe hagytam. Ne hazudjatok nekem. Azt hittem az esőre, bazd meg, hogy creeper sziszeg. Szóljatok, ha látjátok a csónakot. Kap egy íkok, én leléptem. Aha, hát így az esőben viszonylag király. Így lehet ám jól tájékozódni. Látjátok a csónakot, köszönöm. Aha. Na most így átérzem a tengerész problémákat némileg. Milyen mekkora korallzátony. Tök durva. Na, azért összességében ez egy jó kaland volt. Most már csak haza kell érni. De ne aggódjatok, mindent tudok. Fixen nem találok haza? Alábecsülöd a képességeimet, ifjú Skywalker. Sokat segíteni nyilván, ha látnék, de... Ennek a túloldaláról jöttünk. A kérdés, hogy víz megy-e oda. Igen, majd hazafele falusit kell lopni, de az még... Még odébb van. Milyen blokkok vannak ott a izébe? Cukornádba. Jesus. Mi a Nanandúri? Megbüntetett Klári? Hát látod, nem szabad ilyen rossznak lenni. Amúgy 5 emót a maximum üzenetenként, csak nem mindig működik a bot. Szia, Mr. Creeper.
Mondjuk azért azt annak tudnék örülni, hogyha egy kicsit így világos lenne. Amúgy most nem jó irányba megyek. Istenem, Nessie, a szívbajt hoztad rám. Az oké, hogy emlékszünk bizonyos dolgokra. De az csak úgy működik. Mi volt ez? Creeper sérül. Tudnék egyet csinálni, de az úgy elvenne az élményből, srácok. Ez most egy challenge. Ez most egy kihívás videó. Nem cheateljük le. Hogy külső nézetből játszok? Hát nem játszok külső nézetből, csak most hazatalálósat játszunk. Most amúgy rossz irányba megyek, csak a befordulást keresem a megfelelő helyre. Amúgy ilyen 300-nál van a lakásunk. Most 2500-on vagyunk. Persze, az csak egy koordináta. Nem, most itt eltévedtem. De mindjárt eláll az eső. Jaj, addig Dr. Vendor, Cartman, Váci Máté, Mutulo, Nonobogyó, Loki, Jenny, Karadras, Krisztuska, köszönöm szépen neked is, Paterik, Katkor, Kisbi, Félisten, Obi, Dani, nagyon szépen köszi a gifteket, a sok csírt, Sziszke, Fintor, Please, Peldi, neked is a Prime-ot, köszönöm szépen, Tudomadár a Prime-ot, köszi mindenkinek, srácok. Én nem bíztok bennem. Mindig csak a térkép, a térkép. Térkép, térkép. Tudom én, mit csinálom. Na így most már jók leszünk. Csak ott rossz irányba fordultam, mert azt hittem, hogy arra visz a víz. Innen most már megleszünk. Igen, Nessie, tudom, hazajött a család, majd mindjárt kiengedlek, de most éppen epikus Minecraft gameplayek vannak. Jó vagy, megvagyunk. Megvagyunk, innen jöttünk. Hata találunk. Most már majd csak azt kell tudni, hogy hol kell elfordulni. De innen most már irányba vagyunk. Én magam vagyok a térkép, srácok. Jaj. Na most elforogtam. De igen, itt van a bambusztető, és itt kell jobbra menni, igen. Így. Nem tudom, amúgy nyilván, hogyha valakit komolyan érdekel, nyilván segít a térkép, de én így szeretem, hogy jé, igen, tudom, ott a bambusztetőt megbeszéltük, megjegyeztük, erről jöttünk, itt átmegyünk a fák között. Tök jó. Nem felejtem el a falusit, köszi srácok. Nyilván akkor hasznos a térkép, amikor mondjuk konkrétan egy helyre oda akarsz találni, meg vissza is. Meg nyilván mindig hasznos, mert egyszerűsíti a dolgot. Megvannak a kis magam hülyeségei.
utasító backseatereket kérem, vezetessük ki a teremből, please, köszönöm. Erre? Igen, erre. Úgy. Vár az otthon. Uzimám, köszönöm a 13-at. Shelby, köszönöm szépen az 1000-es csírt. Nagyon szépen köszi. Korlág sokadjára is. Nektek is. Köszi, srácok. Orra van a kiárat. Igen, és akkor itt kell jobbra fordulni, mert ott van a magányos fa hegye. Na és akkor itt ez a járat? Vagy az? Másik lesz az, mi? Másik lesz az szerintem. Úgy emlékezem, a másik lesz az. Közelebb a magányos fához. Várjatok, kutya! Elnézést kívánok. Nessike ma úgy döntött, hogy nincsen zavartalan stream. Igen, szóval erre. Nincs kutyamutogatás, nem cirkuszi látványosság. Ti szeretitek, amikor édesanyjátok, ezt nyilván a nebulóknak mondom, mert felnőtt ember tudja, mi van. Édesanyukátok elrángat titeket egy random kolléganőjéhez, hogy megmutogassa, hogy milyen szép kisfia meg kislánya van? Ugye, hogy nem? Ugye, hogy kurvára ugye? Na, hát a kutyát sem mutogatjuk, mint hogyha ezért dísz volna. Amúgy nyilván szoktam mutogatni, csak most nem alkalmas, mert most stream van. És ki akart menni? Nyilván, hogyha úgy van, akkor megmutogattél bédektek azt a szép kutyát, de most nem úgy van. Na, és már nem sokára otthon vagyunk. Gazdagabbak lettünk két némteggel, meg lett egy ajándék Diamondunk. Mert régen volt külön kamera a kutyáidnál, nyilván nem azzal van a baj, szívesen mutogatom én, ha alkalmas, csak mostanában már nem szokott benn lenni a stúdióba, mert kim van a családdal. Most csak azért volt benn, mert be akart jönni. Most meg azért engedtem ki, mert így nyiszkölődött, hogy hagyj menjen ki. Meg már azért nem fiatal. Hát amikor még kis izé töpörödött törpördög volt, akkor lehetett jobbra-balra baszoktatni a kutyát, most már nem annyira. Szerintem rossz irányba jöttem amúgy, de részletkérdés. Igen, de itt le tudjuk csalni. Emlékeztek? Itt találkoztunk amúgy Pedroval. Az OG-k emlékeznek. Itt futottunk össze Pedroval. Pedrinho Pedrettivel. Itt majd le kell vágni, mert itt van valahol a túloldal, amerre menni kell. Merre az arra? Bele ne essek itt valami barlangba. Igen, itt voltak a nagy pedrózások. Pedro de la Rosa. Az a teljes neve egyébként. Elnézést. Így. Ára, láva. Na, hol van már a folyónk? Na most itt jó, elkerülöm a falusiakat is. Ja, lehet, hogy jobbra kellett volna a hegyet. Benő! Te vagy az? Benő! Ott van! Benő! Hát szia, hát hol voltál eddig? Gyere már velem! Szia! Hát na! Hát na, ennek így kellett lennie. Hát miattad nem találtam a helyet. Hát szevasz!
Hát 1000 éve. Na mit csináltál te erre? Itt laksz? Beütött a válság. Mi? Na gyere, figyelj, haza kell találjunk. Bizony, van új bázis, képzeljed el. És annyi barát lesz ott, aki tetszeni fog. Hát meg ott van Sanyi is, de mindegy, vele majd nem foglalkozol. Na gyere! Hát látjátok, milyen romantikus pillanat volt az esőbe. Senki nem számított rá, hogy ez így fog alakulni. Aztán mégis, gyere, ne maradj le. Veszélyes ez a vidék. Láttál errefele ilyen krepereket, meg ilyeneket? Remélem nem voltak. Megázik a kis bundád, mi? Na gyere! Meg kell találjuk a fonyót. Aha! Ott van. Tudtam én, hogy meg lesz. Bizony. Na mondjuk ez nem az a fonyó, amit mi keresünk annyira. De gyere, szállj be a csónakba. Gyere, hopp! Cic! Gyere! Azaz, ügyes vagy. Nézzétek meg, egyből! Egyből tudja, hogy mi van. Mondjuk ez egy viszonylag hibás döntés volt. Nézd meg, ott az az egy blokk. Ki tudom ásni? Átférünk, nyugi. Ha nincs út, csinálunk. Ojjaj, ezt nem kellett volna. Na várjál, Benő, ez itt veri veszélyes. Nem, nem kísértjük a sorsot. Át kell menni a túloldalára a hegynek. Na még a nap is kisütött. Igen, gyere, itt kiszállunk, mert nem jó. Jól indult ez a hazaút, de ennek így kellett lennie. Na gyere, megvan a csónak. Nem, tele van az inventorin. Gyere. Magányos streamer tovább keresi otthonát. Aha. Persze, itt csapda hátán. Na, már ott vannak azok a mi hegyeink, dombjaink. Valamennyire, többnyire. Gyere, Benő. Minden rendben lesz. Tudom, most kicsit kétségbe esetteknek tűnünk. Amúgy azok nem a mi hegyeink, dombjaink, de az a sárkányhegy. Az a törpehegy, ahol jártunk már, én tudom. Azon voltak ilyen fánk. Úristen, elvesztem örökre a végtelembe. Valamiért azra emlékszem, hogy annak a hegynek azon az oldalán kellett legyünk. Lehet, hogy ez a mi vízünk? Valamiért azt érzem, hogy arra kell menni. Hamarosan ránk esteledik, ad baj lesz Benő, ad nagyon óvatosnak kell lenni. Nem. Hűha. Igen, kaja. Bocsánat. Kicsit málege van a karakteremnek a répából, úgy érzem. Gyere, Benő, vízre kéne szállni, mert éltelek. Hó vagy? Ha beszállok a csónakba, utánam spónolgat a kutya? Meg ne fulladjál! Úgy. Ügyes vagy. Megint a vége láthatatlan sem. Ah, Istenem. Jó, ez így nem lesz jó. Na. És elhagytam. Hova lett a csónak? Ott van. Gyere! Köszi, Knat Gábor. Köszi, srácok. Vissza kéne találni az eredeti folyónkra. Szerintem ereve rossz irányba indultam el. Egy. Ögy.
Igen, gondoltam, hogy jönni fogtok barátkozni. Kedves, drága zombik. De én most meg nem állok balhézni. Nem keverjük balhéba Benőt. Csirkék, juhok. Igen, láttunk már, volt egy rész, ahol ilyen virágos partok voltak, hello. De most bekerültünk az erdő sűrűjébe. De ezt akartam meglátni, ez már végre, ez már ismerősnek tűnik, végre egy kis szabadság, most kéne följutni a hegyre. Nem szabad megállni, nem szabad megállni, mert ellenségek mindenhol. Onnan már látni fogjuk. Ne törődjetek a creeperekkel, ne törődjetek a csontvázakkal. Minden rendben van. Never fos. Parkűr mozdulatok jobbra-balra. Így van. Úgy sréhem föl a hegyre. Sosem kapnak el. Azt még. Azért. Mikor már azt gondoltuk, hogy a nehezén túl vagyunk, és kijöttünk a bányából. Mindig tud a játék meglepetéseket okozni. Mi volt ez? Au. Isten, enni kéne adni a kutyának. De ne állj le verekedni, de leállt verekedni, mert megütött. Jó, gyere. Nincs nálam hús, mit tudok adni neki enni? Ott a falu! Vigyázz, csontik vannak, Sanyi! Sanyi, Benő! Csontot tudom neki adni, azt tölti a HP-ját? Jó van, de ha megállok, akkor elkezdek lőni, és akkor megtámadják őt is. Gyere. Egyé. Nem tudom megetetni, hogy kell megetetni. Vigyázzál, mert jönnek a zombik, inkább gyere! Úristen, három creeper, nyugi, nem olyan sok az. Aha, ott is van egy, nem olyan sok az. Nyugi, utám teleportál, esportolóba kell nyomni. Úgy láttad? Gyere! Ott is van egy creeper, aha, meg vízi zombi. Ágy, én, te, ágy, alvás, falu, csitu, ágy, miért kellett kiütni az összes ágyat, az Isten áldjon meg. Jó reggelt, elnézést, én nem tudom itt mi folyik, de én alszok. Jesus. Jó reggelt, sziasztok, úristen, micsoda parti van itt. Nincs nám rohadt hús. Engedjétek ki a kutyámat! Az Isten áldjon meg! Gyakorlatilag igen. Na jó. Tűnjünk innen. Hát most nem viszünk haza falusit, mert kutyát viszünk, úgyhogy majd falusiért visszajövünk. Jó, persze beültethetném. De most nem. Most haza akarok jutni. Ez már itt van a szomszédban, majd visszajövünk érte. De köszi az emlékeztető, srácom. Otthon édes otthon, viszont lett lónyergünk, meg lópáncélunk, úgyhogy lóér is el tudunk jönni, hatalmas lovazások várhatóak. Mondjuk a lovat is majd haza kell szállítmányozni a csónakban. Az élet durva. Úgy, evez kicsi. Evez. Minden is rendben lesz. Úgy. Húzd meg. Azok már a mi hegyeink. Az már az otthon. Biztos, hogy jön a kutya, srácok? Eszünk majd, most már kibírjuk hazáink. Egy idő után ide teleportál? Vagy beszorult oda a falusiakhoz? Visszább menjek. Úristen, mekkora késés van a csetem.
Inkább beültetjük. Jaj, Benő! Lemaradtál ott, a falusiak ott fogva tartják amúgy. Ki kell szabadítani a rohadt szemét állatok. Na, az ilyenekkel fogva tartják a házi állatomat. A part közelében kell menni, mert aha, ilyen nem volt a közelembe szárazföld. Inkább beültetem a csónakba. Ott van. Gyere! Gyere, kicsi! Úgy. Nem baj, ügyes kutya voltál. Ugye, kicsit lemaradtál, remélem szétharaptad a torkukat. Úgy kell azt csinálni. Igen, bezzeg a macska, az a Mariannárok mélyére is utánam teleportált. Kutyát nem zavarja, az el van nélkülem. Rokó testvérei bosszút állnak. Nem csak féltékenyek, de majd elhozzuk őket is, és akkor nem lesznek féltékenyek. Akkor majd minden rendben lesz. Ruff! Nagyon helyes. Ez az. Otthon! Édes otthon! Gyere, Benő! Bemutatlak mindenkinek. Ja, úgy nem kellett volna. Gyere, erre gyere! Kutyi! Gyere! Gyere, gyere! Gyere, mert vissza akarom rakni a csónakot a kikötőbe. Jó, nem vagy te ilyen vízi kutya. Haló? Szevasztok, srácok, mi újság, Sanyi? Vigyáztál mindenki? Gyere, Benőkém, azaz. Beférsz az ajtón? Gyere. Nagyon ügyes vagy. Látjátok, ő befért az ajtón. Okos kutya. Ó, egyből azt nézed, hogy ott mi folyik? Hát ne firtassuk, jó? Az egy... Hova lett? Ah, onnan felügyeled a helyzetet? Nagyon jó. Nagyon helyes, szevasz, Rokkó. Rengeteg mindent hoztam, Rokkó. Hoztam gyémántot, hoztam hát így random blokkokat, mert ugye miért ne? Úgy. Hoztam enchant könyvet, majd az íra. Hoztam végre fát, hogy tudjunk miből építeni. Jó rám volt amúgy. Hoztam botokat. Hoztam puskaport is. Hoztam érceket. Hoztam még blokkokat építeni. Hoztunk egy stacknyi sínt. Az is nagyon jó. Hoztunk pókszemet, meg rengeteg fonalat. Hoztunk egy kis szenet. És a legfontosabb, hogy hoztunk cédulát is hoztunk. Meg lópáncélt lónyerget. Még random blokkokat. Vödröt is én hoztam. Tessék, van még vödör is, sose elég a vödörből. Így, meg hoztunk aranyalmát. Na, itt aranycuccok bőven, mit akartok? Meg csontot is. Így. Fett loot, srácok. Totálisan megérte. Még meg kéne etetni magamat, meg kéne etetni az állatokat is. A kutya nyers húst teszik, vagy sült húst? Mit teszik a Minecraft kúty? Ne gyere rá, menjél vissza oda a helyedre. Szépen pattogjatok. Mindent is. Sziasztok, szaporodjatok. Kicsit kiszélesítettem nekik, mert igazából nem lesz annyi állat, és így könnyebb nekik adagolni. Úgyhogy kaptak két blokkot a tehénkék. Rohadt hússal kéne etetni? Milyenek vagytok? Rohadt húst adnátok a kutyának? Szereted? Jó, fullon van. Helyes. Nagyon helyes. Abból van bőven. Ez itt mind kutyakaja. Azért valami igényesebbel is etethetnénk. Na! Hölgyek és urak! Hát egy zseniális rám volt. Rengeteg a teendő, viszont sajnos el kell menjek, úgyhogy elnézést kérek. Ez nem volt betervezve, úgyhogy most a bocsánatotokat kell kérjem, de most el kell menjek előbb, mert dolog van. Nem így terveztem, de így alakult, sajnos.
ne aggódjatok, holnap jövök, lesz délelőtt meg délutáni stream, a Minecraftot majd csütörtökön folytatjuk. Higgyétek el, én szomorúbb vagyok, mint ti, nem jó kedvemben megyek el, hanem azért, mert muszáj, úgyhogy megyek is, elnézést, folytatjuk tovább, fölrakom majd addig a vodot, lehet pótolni, bőven, lesz content, meg minden, holnap délelőtt találkozunk, meg délután YouTube-on, jó? Bocsánat, hogy így alakult, találkozunk holnap, srácok, ha minden igaz, de lehet, hogy nem, mindegy, beteg a fiam, semmi komoly, de így most én nem tudok streamelni, jó kis kötőhártya gyulladás, én most meg akarom nézni, mi van vele, meg ki akarom találni, hogy mi hont legyen a következő napokban, mert most így nem lesz bölcsi, úgyhogy na, mindegy, nincs semmi komoly baj, csak így nem tudok ide fókuszálni, úgyhogy melyek, azt ezt meg kitalálom, és majd ha módosul a menetrend emiatt, akkor kitalálom. Jó, de nincs semmi komoly baj, nem kell félni, csak ki kell találjam, hogy hogy fog beleférni minden. Jó, ennyi, találkozunk, ha minden igaz, holnap, ha bármi módosul, akkor írok, meg szólok, meg pótoljuk. Jó, amit ma elvesztegettünk, azt majd annyival meghosszabbítjuk a legközelebbi Minecraft streamet. Bocsi srácok, találkozunk valamikor. Szevasztok! Bye-bye!